szeretném megkérni a Lombard Leasing ZRT-t, akik tudtomon kívül beleegyezésem nélkül január 3-án munkahelyen parkolójából ellopták a személygépjárművemet, amit 8 éve fizetek, 10 éves futamidővel felvett hitelemet, és megakadályoztak a hitel további teljesítésében. Utoljára hívom fel a figyelmüket, mai nap folyamán szolgáltassák vissza részemre az ellopott gépjárművemet, ami munkaeszköz számomra, munkahelyem elveszítésével járhat, és további lépéseket fogunk tenni, ha nem kerül vissza a tulajdonomba, a birtokomba a saját gépjárművem. Köszönöm szépen! Az önök által tett következő ajánlat nem kerül elfogadásra. 2,5 millió forintot vettem fel 8 évvel ezelőtt egy 3 millió forintos személygépjárműre. Fix hitelkonstrukcióban fizetem ezt az autót. 8 év alatt vissza lett fizetve a felvett kölcsönösszeg, több 100 000 forintos pluszbevételhez jutottak, amikor egyoldalú szerződésbontásokkal további összegeket követeltek a szerződés visszaállításához. Majd ezek után, miután ellopták a személygépjárművemet, egy következő tisztességtelen ajánlatot tettek számomra. A hátralévő 2 év ebből a 10 éves futamidőből, ha én elfogadom, további 60 hónap, a fix 31 000 forintos törlesztő részlet 43 000-re emelkedik, amennyiben közjegyző által elismerem hivatalos okiratban, saját költségemen, hogy a fennálló jelen pillanatban közel 800 000 forintos tartozás 2,2 millió forint. Nem vagyok hajlandó elfogadni ezt az ajánlatot. Köszönöm szépen! A sértetthez kapcsolódva vegy tisztán jogi alapon a Lombard-féle hitelek, rabóhitelek. A hitelintézeti törvény ismeri azt a szabályt, a prudens működés, ami ügyfelek pénzének megvédését jelenti. Onnantól, hogy önök a tőkét visszakapták, és egy tisztességes kamatot, önök átmentek az uzsorába, tök mindegy, hogy a versenybíróság mit mond, vagy a kúria mit mond. Mértékadó, jogi szakemberek, akik még nem mértek a nyilvánosság elé, egyöntetően mondják, hogy a devizahitelek uzsorahitelek. Ezt hosszú távon vinni nem lehet. Önök túlléptek azon a határon pénzügyileg, amelyek az emberek terheit elviselhetővé teszik. Tegyenek önök is a közteherviselésért. Ne az emberek pénzét vegyék el, hanem segítsenek ezt az országot megélhetővé, emberségessé tenni. Ne kergessenek többet embereket öngyilkosságba. Tudják és vegyék tudomásul, hogy a devizahitelek következtében 4000 ember tett öngyilkos Magyarországon. Hogy gondolják ezt urai? Hogy mindennek tehetnek? Kirabolhatják a magyar népet? Nem lehet. Elég volt.